Itt van velem a stúdióban Kölesi Sándor, nem adom fel kávézóból. Szia Sándor! Jó reggelt! Behívtunk téged, hogy beszélgessünk egy picit arról, egyrészt mert már rég voltál nálunk, másrészt pedig arról, hogy mi a helyzet most a nem adom fel kávézóban, egyrészt a pandémia miatt, másrészt az egyéb nehézségek miatt, milyen újítások voltak azóta, mióta itt voltál nálunk és beszélgethettünk. Igen, mikor itt voltam, ez a pandémia előtt volt. Bizony, bizony. És úgy tekintettünk erre az egész járványra, vagy pandémiára, hogy ugye a hely is az arról szól, hogy nem adjuk fel, mi sem adtuk föl, és inkább az egészre nem problémára tekintettünk, hanem feladatként. Minket is, mint mindenkit új kihívások elé állított ez a helyzet, és úgy sikerült ezt túlélni, hogy megjelent nálunk plusz szolgáltatásként az ételkiszállítás, a már ismert szolgáltatásokon kívül, amik ismertek a városban, azon kívül a sérült kollégáink is díjmentesen kiszállították a kerületekbe, nem csak Józsefvárosban, hanem egyéb kerületekbe is, a belvárosban az ebédeket például. Ez nagyon-nagyon fontos szolgálat. Láttátok, hogy van rá igény, örültek a megrendelők, emberek? Igen, igen, mert gondolom nagyon sokan nem mertek annyira kilépni az utcára, persze, vagy eljönni hozzánk akár az ebédért, és mi ezt így megoldottuk a sérültekkel, akik között nagyon szuper és talpra esett srácok és lányok vannak, akik ezt megoldották. Lelki oldalára, hogyha egy picit tudunk tekinteni, hogyan éltétek meg a ti közösségetek ezt a bezártságot? Hát természetesen nehezen. De. Van, aki viszont jó irányba tudja fordítani, képzeld, azért kérdezem, mert nagyon sok olyan beszélgetésünk volt itt a délelőttben is, hogy igen, nehezen élte meg mondjuk az adott művész ezt az időszakot, de valahogy sikerült abban az időszakban befelé fordulnia, és egy új alkotás, vagy egy új művet is létre tudott hozni akár, amivel előrébb tud menni, és végül is egy fejlődés következett be az ő életében. Magánemberként én is így éltem meg egyébként, tehát, hogy én annyira nem is érintett rosszul. Tehát nekem egy ideig azt mondom, jót is tette. Ilyenkor az értékrendek átalakulnak, ugye másképp az életben természetes, akkor hirtelen látszott, hogy az nem is annyira természetes, hogy elmegyünk, bevásárolunk, találkozunk a szeretteinkkel, elmegyünk uszodába, stb. És igen, befelé kellett figyelni, és azt hiszem, hogy nagyon sok dolog így talán több értelmet is kapott az életbe, vagy jobban tudtuk utána kezelni. Egyébként én ilyen szempontból idealista voltam, mert azt gondoltam, hogy ha vége lesz ennek egyszer, akkor majd egész más lesz kimenni az utcára, találkozni emberekkel, és közben azt látom, hogy nem így lett. Hogy azt látom, hogy jobban előjött az emberekben a frusztráltság, az egoizmus, és hogy lehet, hogy rövid volt. Egyeseknek. Mi a kávézó részéről, visszatérve a kávézóra, ugye nagyon fontos a sérülteknek az, hogy nekik fontos ez a közösség, és hogy nagyon sokan rosszul érték azt meg, hogy egyedül otthon, vagy csak a családtagokkal találkoznak. Ezért próbáltuk őket kondícióba tartani online képzésekkel, a különböző internetes lehetőségekkel, illetve voltak online beszédórák, voltak online angoloktatás is volt, tehát próbáltunk velük a lezárt időszakban is kapcsolatban maradni folyamatosan, és nagyon örültek annak, mert várták azt, amikor eljött az adott időszak, kaptak egy kör e-mailt, hogy mikor legyenek online, kapcsolják be a telefont vagy a laptopjukat, és hogy nagyon így kivirultak arra az 1-2-3 órára, amikor látták egymást és tudtak egymással kommunikálni, és akkor csináltak maguknak egy ilyen külön csoportot, Facebook csoportot például, és akkor ott is egymással elkezdtek így bepótolni azokat, amit nem tudtak személyesen megbeszélni a kávézóba. Nem olyan régen Szabolcs is nálunk járt a Nem adom fel alapítványnak ugye a szóvivője, és vele is beszélgettünk erről is, és ő is mondta, hogy nagyon felértékelődött a közösségeteknek az ereje. Az, hogy van hová fordulni, az, hogy ebben a nehéz időben is van lelki táplálék és támasz. Ezt mondta ő is, és egyébként említetted az előbb, hogy magánemberként te máshogy élted meg a vírust veled, például a színházi világban is lehet találkozni. Neked mondjuk ilyen szempontból még inkább ez mondjuk nehezített pálya lehetett, ugye a színházaknak a helyzetét ugye ismerjük így a pandémia kapcsán, hogy nagyon nehezen élte túl egy-egy közösség, egy-egy társulat. Téged ez hogyan érintett? Hát természetesen hiányzott a színház, a próbák, az előadások, a forgatások, de próbáltam így úgymond előre menekülni, és hogy ebből is így kihasználni jól ezt az időszakot. És például barátaimmal csináltunk versvideókat,
amiket így magunk örömére csináltuk, és akkor feltettük különböző platformokra, illetve elkezdtem nézegetni intenzíven civil kulturális pályázatokat, és akkor magamnak is írtam pályázatokat, én alkotói pályázatokat, ami a jövőben mutat, a jövőbe kell megvalósítani, és már készültem a járvány utáni időszakra, és hogy sikerélményeim is vannak ezzel kapcsolatban, és akkor természetesen az egy olyan kutató munka volt, meg otthon lehetett hírni a pályázatot rá, utána nézni, olvasni, tanulmányokat folytatni ezzel kapcsolatban, képezni magamat, ugye kondícióba tartani a beszédtechnikát, meg sok mindent, illetve gyerekkoromban jártam horgászni, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen nagyon jó horgász, nagyon sok horgásztó van itt Budapest környékén az agglomerációban, és akkor nem egy öncélú lett a természetjárás, hogy csak úgy megyek A-ból B-be, hegyen, völgyen át, hanem rájöttem, hogy akkor itt tök jó horgásztavak vannak, és akkor ott is lehet elmélyedni a tóparton, nem is csak a fogás kedvéért, csak hogy kellemes a hasznossal, és akkor kiváltottam az online horgászengedélyt, és akkor elkezdtem járni, ez is ilyen vicces volt, hogy horgászengedélyt online letettem, ugye, mert hogy azt hinné az ember, hogy horgászvizsgát, az csak úgy tehet az ember. Igen, valami gyakorlati úton, de nem. De nem. Hát online is lehet, és akkor 3 hónapos horgász turista jegyet szereztem, és akkor elkezdtem járni horgászni. Na hát azért csak kiderülnek azok a pontok, amik mentén azért lehetett pozitívba fordítani. Abszolút. Ezt az időszakot. Hát volt negatív, de nem mondom, hogy csak rossz történt ebbe az időszakba, sőt. Ez fontos. Remélem, hogy a személyiségem is valamennyire fejlődött, vagy épült, és hogy mélyültem, az biztos. Térjünk vissza egy picit a művészi hajlamodra. Te mikor találkoztál azzal a képességeddel? Mert az előbbi beszélgetésben a tehetségről, meg tehetséggondozásról volt szó, és ez érdekel engem most nagyon, hogy veled kapcsolatban, és hogy te mikor fedezted fel magadban ezt a készséget, vagy tehetséget, vagy érdeklődést a színészi pálya iránt? Hát kamaszkorban talán. De én egy bentlakásos intézetben nevelkedtem, ahol ugye a szocializmusban a sérülteket eldugták egy-egy intézetbe, például volt a hallássérülteknek, a látássérülteknek, az értelmi sérülteknek, a mozgássérülteknek is egy speciális intézete, mert akkor az akkori rendszer azt gondolta, hogy ezeket az embereket eltesszük, és akkor ha nem látjuk őket, akkor nincs ez a struc politika folyt. És akkor én is a mexikói úton volt egy ilyen speciális intézet mozgássérülteknek, és 6 éves koromtól ott voltam 14 éves koromig, 8 éven keresztül egy bentlakásos intézetben, ahol mindenféle mozgássérültek, végtag hiányosok, kerekesszékesek, alacsony termetűek voltak, és akkor ott indult egy színjátszókör, és már azt vettem észre, hogy például 6 éves koromban ugye volt egyszer csak egy diák színjátszók, és azt mondták, hogy akkor mivel én voltam a legalacsonyabb, a legkönnyebb, hogy én voltam a forró vizet a kopaszat című mesébe, a kismalac, hogy menjek fel a fára, vagy a létrára, ott egy kasírozott fa mögött, és akkor ott elindult, és akkor utána minden előadásban benne voltam, és diákszínjátszókör is voltam egészen 14 éves koromig, és akkor, amikor már ez elkezdett nyílni a tudatom, akkor rájöttem, hogy ez nekem tulajdonképpen örömet okoz ez a színjátás, vagy a szereplés. És akkor ezt így próbáltam utána így iskola után is így folytatni, keresni a lehetőségeket. És akkor elkezdtem járni statisztálni filmekben, néztem a felhívásokat, hogy hova keresnek embereket, hol lehetek tömeg, mert általában ugye az volt először, hogy statisztálni. Tömegként kezdi az ember, az biztos. Igen, és akkor utána elkezdtek hinni speciálisan is, ugye az alkatomból folyólag, hogy kisebb-nagyobb szerepekre, és akkor utána elmentem vidékre, mert besokaltam Budapestről, és akkor azt mondtam, hogy vidék, csend, állattartás, földművelés, napfelkelte, bográcsozás, chill. Csak ott nem volt lehetőség Borsod megyében, ott nagyon szép, csak abból nem lehet megélni. Persze. Téged sarkalt arra valami, vagy gondolkoztál azon, hogy esetleg tanult? Igen, ezt a szakmát? Persze. És akkor volt 95-ben egy ilyen felhívás Budapesten, a Thália Színházba kerestek alacsony termetű embereket egy szerep, egy előadáshoz, a Gulliver című előadáshoz, és akkor feljöttem szerencsét próbálni, mint a legkisebb fiú vidékről, és akkor meghallgattak, és azt mondták, Sándor, te kell ez, gyere próbálni, és akkor utána beindult egy ilyen, tehát egyik húzta a másik, láttak már színpadon, és akkor hívtak ide, hívtak oda az vidékre, és akkor így mentem. És akkor volt ugye a színművészeti főiskola, és akkor meg kisítőnek éreztem magam egyébként, hogy jelentkezzek. Uh-huh. És akkor azt gondoltam, hogy biztos nem mennének föl, és amikor már elhittem magamról, akkor még már túlkoros lettem, mert 28 éves elmúltam, és akkor már utána nem lehetett, amikor már elhittem magamról, hogy... De nem adtam föl, és akkor elkezdtem járni magántanárokhoz beszédtechnikától, meg workshopokra, meg hát,
egy színész sosincs kész, meg szerintem egy ember sosincs kész. Tehát az élet egy életen át tanulásról szól szerintem, és most is képzem magam, tanulok, most is szereztem magam neki. Tanulás, igen, életen át tartó tanulás, és egy ilyen pályát választani, az viszont életen át tartó küzdelem is. Szerintem ez pont egy nehéz pálya. Hát én nem küzdelemként tekintek rá, hanem feladatként. Én nagyon megtanultam, nagyon, utóbbi időben nagyon sok embert veszítettem el, és megtanultam azt, hogy az, hogy itt vagyunk és élünk, és az élet, az nem természetes. És nem akarom küzdelemként felfogni, hanem inkább jól akarom megélni ezt az egészet. Úgyhogy a kávézóban is jól akarjuk megélni azt, hogy nagyon sokan más handicappel élnek, de ugyanakkor előbb-utóbb kiderül, mindenkinek van valami olyan plusz tudása, tehetsége, ami lehet, hogy a másikban nincs meg olyan szinten. És ilyenkor gondolom segítitek is egymást, tehát ha meglátjátok egymásban, hogy kinek mi az erőssége, akkor kihozni vagy megmutatni azt a tehetséget. Igen, és empátiával vagyunk a másik iránt, és hogy nem hibáztatjuk a másikat, ha hibázik, vagy esetleg hibát követel, hanem oda lépünk, és megfogjuk a kezét, és azt mondjuk, hogy oké, akkor most lehet, hogy elfáradtál, pihenj, igyál egy teát, kávét, vizet. Hogyan szoktatok a közösség életében a közösségi létet egy picit szinten tartani? Szoktatok elmenni közösen valahová? Abszolút. Tudom én, elmentek együtt szórakozni? Hogyan? Hát a kávézóban itt a frontember az a Zati Kágota, aki a sérülteknek a mentora, és ő szervez folyamatosan egy ilyen csapatépítő jelleggel a sérülteknek ilyen foglalkozásokat. Például nemrég voltak az állatkertben, voltak a skanzenben, és akkor vannak ilyen csapatépítő, például voltunk sárkányhajózni most így szeptemberben, elmentünk, és akkor nagyon klassz élmény volt, hogy 21 hajóban eveztünk egy irányba. Igen, és nagyon fontos, és az nagyon jól esik nekik is, hogy a kávézón kívül is vannak ilyen programok, amikor nem csak arról szól, hogy a vendéglátásról szól, vagy a kulturális programokról szól, hanem kicsit el tudják magukat engedni, és klassz dolgokat tudnak együtt csinálni. Akkor ugye nem adom fel kávézó és étterem, beszéljünk egy picit arról, hogy milyen típusú ételekkel várjátok azokat, akik hozzátok ellátogatnak. Van egy heti menüsorunk, és ezen kívül van egy à la carte is lehet rendelni. Ez a weboldalon vagy a Facebook oldalunkon is fent van, hogy mi az, amiből lehet választani. Téged is szeretettel látunk bármikor, egy szívesen meghívlak egy ebédre. Szóval gazdag a választék szerintem. El is megyünk nagyon szívesen. Itt erről szerintem már tavaly is beszéltünk, csak igen, közben csak ez a pandémia. Még se jött össze, igen, de én szerintem minden kollégánk erre nagyon nyitott lenne, úgyhogy el is fogok látogatni többet magammal. Na de ha menni szeretnék, akkor milyen ízekre számíthatok? Hagyományosabb, magyarosabb ízvilágra, vagy teljesen vegyes? Mire kell számítani? Hát vannak házias ételeink is, és vannak ilyen speciális is, amit a szakácsunk rak össze. És természetesen figyelünk a különböző ételallergiákra, és laktózérzékeny vagy lisztérzékeny. Ezeket fel is tüntetjük minden ételnél, hogy melyikben mi található, hogy lehessen. És kívánunk alternatívát nyújtani például azoknak, aki vegán, hogy nem csak húsételeink vannak, hanem zöldségételek is, vagy sajt, tehát hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, és ilyen ez a szempont vezérel minket a programok során is, hogy igyekszem úgy összerakni a programokat, ahogy mindenki megtalálja kedvének valót. Például most szerdánként ingyenesen filmklubot indítottunk a pandémia óta, a harmadik hullám után, hogy azok, akik esetleg nem tehetik meg, hogy elmenjenek moziba, azok is el tudjanak hozzánk jönni ingyenesen moziba, illetve utána közönség találkozókat is szervezek. Például tegnap is volt egy teltházas vetítésünk, a Bogdán Árpádnak a Genesis című filmét vetítettük, ami egy teltházas vetítés sikerült összehozni, és utána Danis Lídia volt a rendezőn kívül a vendégünk, de például szeptember 6-án nálunk volt Böjte Csabának, a Csaba testvérnek a füves könyv bemutatója, ami ugye pont a pandémia tavaly jelent meg novemberben, azt hiszem, és a Csender Leventével és a Lepne Krisztával 5 héten keresztül járták Erdélyt, felkeresték a Csaba testvér által támogatott gyerekotthonokat, és akkor az maga az út során született meg ez a könyv, tehát a Levente, a Csender Levente író, ő jegyzetelte azt, amit a Csaba testvér mondotta, illetve Krisztál ezt fotózta, és ebből egy nagyon szép kiadvány született, és annak volt a teltházas könyvbemutatója nálunk. Egyébként a Csaba testvérrel meg szerintem a kávézó alakulása, sőt még korábban a Nem adom fel alapítvány
létrejöttekor már nagyon szoros volt a kapcsolatunk, és hogy rendszeresen látogat ő is minket, meg amikor Erdélybe megyünk, akkor természetesen mi is meglátogatjuk őt. Sándor, én nagyon köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, mert mindig lehet egy kis erőt meríteni a ti akaraterőtökből, és abból, ahogyan milyen hálával tekintetek tulajdonképpen az életre. És most is az imént mondtad, hogy igen, ez egy ajándék, az, hogy itt lehetünk, és ennek a szemüvegnek a szűrőjén keresztül kell nézni a mindennapokat. Igen, és még egy programot szeretnék ajánlani, például... Na, méghozzá? Szerintem az is egy lélekerősítő, hogy holnap lesz Tunyogi Imre barátunknak egy önálló estje, aki színész Bobbal évekkel ezelőtt megnyerte a Slam Poetryt itt Budapesten, és egy önálló estje lesz, ami arról szól, hogy díszfogyi a címe, és hogy arról szól, hogy tulajdonképpen azt az állapotát, amiben ő van, azt nem csak úgy lehet szemlélni, hogy jaj, és nem kell senkit sem sajnálni, hanem meg lehet ezt élni tulajdonképpen jól is. Jó, és akkor ez a program még egyszer, tehát hánykor, hol és mikor? Nem adom fel kávézó, Magdolna utca 1, 6 óra, Tunyogi Imi, díszfogyi. És jövő héten szerdán pedig egy folytatódik a filmklub nálunk 6:30. Na, hát én azt hiszem, hogy érdemes lesz akkor ellátogatni hozzátok. Köszönöm, hogy bejöttél. Köszönöm a meghívást.